Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és hozok egy videót és egy témát, amiről úgy gondolom, hogy nagyon érdekes. Egy csomó játékot fogtok látni, amivel úgy mostában játszogatok, vagy szoktam játszani, szóval nem Tomb Raidernél fogunk leragadni konkrétan, mert ez itt a Tomb Raidernek a multiplayere. Úgyhogy egy csomó válogatást fogtok látni játékokból. A témát magát pedig nem én találtam ki, hanem egy úriember rám írt Facebookon, hogy csinálnék egy olyan videót, amelyen kifejtem a gondolataimat a 30 és a fölötti gamerekről, mert hogy az ő állítása szerint a tizenévesek időnként meglepődnek azon, hogy egy 30 vagy a fölötti ember is játszik, minthogyha ez azért egy ilyen privilégium lenne a tizenévesek számára, hogy csak ők játszhatnak, úgyhogy nem is tartottam rossz ötletnek, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy a 30 feletti és 30 körüli emberkék is szoktak bizony játszani, és hogy miért lehet ez, vagy hogy mi kell róluk általánosan a gondolataim, úgyhogy megpróbálom őket összeszedni, és egész sztorival fogok szolgáltatni, és úgy általánosan megosztom a gondolataimat, remélem érdekesnek fogjátok találni, és ez azt hiszem egy képet ad arról, hogy hova fejlődik a gamer világ egyrészt, másrészt pedig ugye egy képet nyit arról, az netán azoknak a fiataloknak a számára, akik ezen még meglepődnek, hogy ez így van. Úgyhogy hogyan is indítsuk el a sztorit. Most, hogy én is azért már közelebb állok a 30-hoz, mint a 20-hoz, meg tudom osztani én is az élettapasztalatokat, melyek idők során összegyűltek nagyon. Fiatal koromban nekem is az édesapám mutatta be a játékvilágot, tehát ő vett egy Commodore-t, vagy még annak az elődjét, akármi is volt az, nem tudom, még kölyök voltam nagyon, és akkor tapasztalta meg először a virtuális világot, hogy úgy mondjam, és az annak örömeit, és valahogy ez azóta megragad bennem, szóval ezt már azt hiszem elmondtam egyszer egy-két videóban, hogy gyakorlatilag így már egész fiatal korom óta megtapasztaltam a virtuális világ örömeit, és nagyon megtetszett, és valahogy mindig e köré fejlődött az érdeklődésem. Nagyon hosszú ideig nem volt se számítógépen, se semmilyen konzolon utána, amíg nem sikerült vennem egyet magamnak, de valahogy mindig belekeveredtem ebbe a játékvilágba, és mindig érdeklődésem volt. Szóval az én történetemben az van, hogy habár közelebb állok most már a 30-hoz, de életem része volt már. Hogy miért volt életem része? Mert láttam felnőni, láttam fejlődni ezeket a játékokat, és kipróbáltam a legtöbbjét egészen az elejétől mostanáig, és valahogy így megragadom. Tehát én vagyok talán az én generációm, akik akkor születtek kb. Mint én, talán az első között van, akik látták fejlődni a gamer generációt, és az első közé tartozik, akik részt vesznek ebben a gamer generációban. Úgyhogy azok az emberkék, akik 30-as években vannak, bele kell gondoljatok, hogy ők az első generáció, akik játszottak. Ha csak megnézzük akár például a Machinima csatornát, és nekik a műsorvezetőiket, mindegyik 30-hoz közelebb jár, mint 20-hoz, és gyakorlatilag ők azok, tehát mi vagyunk azok, akik átadtuk nektek fiatalabbaknak mindazt, amit mi tudunk a gamer világról. A másik történetem pedig nemrég hallottam hírekben, hogy nem, hát hírekben, tehát olvastam, hogy például egy apuka most a gyerekét gyakorlatilag gamernek nevelte, és kb. Az első játékoktól egészen mostanáig rávette a fiát, nem rávette, hát kijátszotta a fiával az összes játékot, azért, hogy a fia lássa a játékok fejlődését egészen a mai napig, és egy értékkel tudjon szolgálni, és egy, bocsánat, normális véleménnyel tudjon szolgálni a játékokról. Szóval kedves fiatalok, akik úgy gondolják, hogy a felnőttek nem játszanak, bizony játszanak, és sokan nagyon is sokat játszanak, és sokan profi karriert értek el, és mind a mai napig tartják ezt a profi karriert. Vegyük például X-Factort, aki Battlefield 4, az ő már 30-as éveiben jár bőven, családja van, gyereke van, és a játékból él. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy nem ritka, egyáltalán nem ritka. Sőt, nekem volt egy nagyon jó kedves baráti társaságom, akivel MV2-t játszottunk rengeteget, ott minden, tehát közöttük én voltam a legfiatalabb, és hát akkor is már bőven benne voltam a 20-as éveimben,
Úgyhogy, és mindenki 30 fölött volt, sőt, ja, tehát voltak nagyon, és azt kell mondjam, hogy már egy olyan világot élünk, ahol a felnőtteknek a hobbija nem csak a horgászat, meg a sakk és az ivászat, hanem maga a játék is. Tehát már egy olyan gamer generációban élünk, aminek az első rétege már a 30-as éveiben jár, vagy a fölött. Gyakorlatilag, úgyhogy nem kell meglepődni. Nem beszélve, hogy a gamer generáció, hát a mai játékok megalkotóját, kezdjük a Doom-mal, amikor az első Doom megjelent, Carmack bácsiék gyakorlatilag a 20-as években jártak, most már bőven a 40-es években járnak, és ők igazi gamerek, fejlesztők, szóval nem ritka, a felnőttek játszanak, nem beszélve arról, hogy a játékoknak a 90%-a felnőtteknek készülem, gyerekek. Szóval az a plusz 16-os, plusz 18-as karika nem hiába van ott, azért van ott, mert a téma, a képi anyag, mind az egész az felnőtteknek van. Ezek a játékok többsége felnőtteknek van. Igen, még a Call of Duty is felnőtteknek van, meg a Battlefield is főleg felnőtteknek van. Szóval azt kell mondjam, hogy ezen igazából nem tudom, hogy nagyon meglepődnek-e még a fiatalok, hogy 30-as fölöttiek játszanak, de játszanak, és ők azok a generáció, akik bevezettek minket fiatalabbakat, ugye, hát mondhatni úgy. Szóval mi vagyunk az a generáció, akik titeket fiatalabbakat bevezettünk a játék világba, és elrontunk ezzel a dologgal titeket, mert hogy ez annyira rossz dolog, meg agresszív, meg minden hülyeség, amivel ránk zúdít a média, és mondja a maga fasságait. És azóta is sokat gondolkodtam azon, hogy vajon idősebb koromban fogok-e én még játszani, és arra következtetésre jutottam, hogy hát valószínűleg igen, hiszen annyira benne vagyok már, nem én konkrétan, hanem a mi világunk, a mi generációnk, ez az XY mostani generáció, ez annyira benne van már a technika fejlődésében, és a technika alakulásában, hogy elkerülhetetlen, hogy mindenki, akinek egyszer számítógép van az asztalán otthon, belekerüljön valamilyen szinten ebbe a fejlődésbe. És nem beszélve arról, hogy itt van a virtuális valóságban gyakorlatilag, tehát az Oculus Rift-tel olyan kapukat nyit majd ez az egész ránk emberiségre, hogy szerintem nagyon sokan, és talán többen is, mint kellenének maguk, a rabjai lesznek ennek a virtuális valóságnak, és nem csak gyerekek, hanem úgy gondolom felnőttek is. És azt kell mondjam, hogy felnőtt szemmel nézve azt, hogy játszunk, az természetesen nagyon jó dolog, csak nekünk ügyelni kell arra, de szerintem egy gyereknek is ügyelni kell arra, hogy ez megmaradjon hobbi szinten, vagy hát ja, egyelőre, tehát az a felnőtt, aki nem játékból él, hogy úgy mondjam, tehát nem abból él mondjuk, mint X-Factor, Level Cap, vagy Call of Duty esetében egy driftor, vagy az meg kell, hogy maradjon azon a szinten, hogy ez egy hobbi maradjon, mert amellett az életben is vannak és teendőink, és hát ha úgy tetszik ez a szó, hogy kötelezettségek, amikre oda kell figyeljünk, azért, mert mi nem ebből keressük a pénzt. Viszont például az a gyerek, aki a 10 éveiben jár, és elég elkötelezett a játék felé, és eléggé hajlandó azt, hogy ezt megtanulja, tökéletesítse magában, az természetesen ráléphet a profi pályára. És ne higgye azt, hogy Magyarországon kevesebb az esély arra, hogy kijussunk egy profi szintre. Nem, ugyanúgy el lehet indulni az ESL-ben, fel lehet küzdeni magunkat, és el lehet menni komoly pénzmennyiséget szolgáltató versenyekre is. Úgyhogy most már a mai világban meg lehet élni akár ebből a szakmából, hogyha már úgy mondhatom azt, hogy igen, hogy szakma. És ki lehet magadat fejleszteni tökére is, és rengeteg pénzt kereshetsz ezzel a dologgal. Úgyhogy gamernek lenni bizony nem meglepő idősebb korban sem, profinak lenni az sem meglepő, de viszont úgy gondolom, hogy az, aki nem ebből él konkrétan, annak ügyelnie kell arra, hogy megtartsa a szintet, a színvonalat, eme hobbi és játék között is. Nos, azt hiszem, hogy ennyi lett volna.
Van egy-két kérdésem számotokra, szeretném, hogyha válaszolnátok. Például kinek az, akik a szülei rossz szemmel nézik, hogy ti gyerekek játszotok, vagy netán nem igazán fogják fel annak az értékét, hogy a gamer világból akár manapság meg is lehet élni. Kinek a szülei azok, akik ezt látják és támogatják, és akár bíznak abban, hogy ezzel lehet pénzt keresni, kinek a szülei játszanak, és kik azok a 30 feletti gémerek, akik élvezik mind a mai napig a játékokat, és melyek azok. Nos, most már tényleg ennyi lett volna. Kíváncsian várom a válaszaitokat. Válaszoljatok, mert úgy gondolom, ez egy érdekes téma, és érdekes dolgokat lehet róla fejtegetni. Nos, köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!